kutyák szállítása során nagyon fontos figyelembe vennünk azt, hogy a szállítás mindenképpen stressz jelent a kutya számára. A kutya bármennyire is több évre, évezred óta, több mint 14 ezer éve az ember társaságában van, ember barátja, még mindig nem tudott hozzászokni ahhoz, hogy esetenként berregő, zörgő, csattogó, hirtelen mozgó, fölfelé, lefelé, minden irányba mozgó járműveken közlekedjen, hiszen a szabad természetben annak idején farkas őse nem találkozott ilyesmivel. Ezért tudnunk kell azt, hogy minél inkább próbálunk az állat számára egy kiegyensúlyozott, békés körülményt biztosítani, annál inkább törekednünk kell arra, hogy ez az utazás, ez lehetőleg az állat számára kényelmes körülményeket biztosítson. Ide tartozik többek között az, hogy az állatot lehetőleg balesetmentes közegben szállítsuk, ahol nem tud a gépjárműnek a mozgása, előre-hátra való mozgása során a környezet kárt okozni. Magyarul lehetőleg az állatot, kutyát valamilyen kisebb vagy nagyobb méretű állat méretéhez illő boxban szállítsuk. Ezek a műanyag szállító boxok már nagyon jól ventilálnak, nagyon jól átjárja őket a levegő, és az állatok általában nyugodtan, békésen pihenhetnek, hiszen jószerével árnyékban vannak, és nem nagyon látnak ki belőle, tehát nem nagyon tudják azt, hogy mi zajlik körülöttük, és összességében ezek a szállítóboxok nagyon biztonságos szállítást tesznek lehetővé, különösképpen azért, mert hogyha az állatot például a befogás helyéről a szállító járműig el kell szállítani, akkor is biztosítható, hogy balesetmentesen az állat akár extrém körülmények között is biztonsággal elszállítható járművig. Abban az esetben, hogyha bekerül az állat a szállító járműbe, a boxot mindenképpen rögzítsük, hiszen a box is csúszkálhat a kocsin belül, és mindenképpen olyan helyre tegyük, ahol a szellőzés biztosított. Lehetőleg az állatokat olyan gépjárművel szállítsuk, amelyik autó klímával bír, hiszen nagyon magas, extrém magas hőmérséklet alakulhat ki, különösen akkor, hogyha a kocsi nem szellőzik megfelelőképpen. Például olyan tehergépkocsik esetében, amelyeknek a hátulsó rakterében szállítják az állatokat, bizony akár 80-90 fokra is fölmehet a hőmérséklet, és ez a hőguta veszélyét jelenti. Folyamatosan a szállítás során biztosítva kell, hogy legyen az állat számára a friss ivóvíz, vagy hogyha az állatokat más formában szállítjuk, akkor is legalább 2-3 óránként meg kell állnunk megitatni az állatokat, illetőleg ezeket az állatokat lehetőség szerint meg is sétáltathatjuk ilyenkor. Örök kérdés az, hogy etessük ki az állatot utazás előtt. Lehetőleg ne, hiszen az etetés során a gyomor tartalom az bizony fölkavarodhat, és az állat hányásához vezet. Hogyha az állat pedig hány, akkor a félrenyelés veszélye ugyancsak fönnáll. Tehát mindenképpen lehetőleg ezt kerüljük el. Abban az esetben, hogyha már hányt az állat, akkor semmiféleképpen ne etessük meg újból, vizet viszont folyamatosan biztosítsunk számára, illetőleg álljunk meg itatni. A nyugtatók alkalmazása ugyancsak hasznos lehet, hiszen ilyenkor az állat békésen, stresszmentesen utazhatja végig azt az adott útvonalat. A leggyakrabban ezek az úgynevezett utazási tabletták mind a nyugtatót, mind pedig hányáscsillapítót is tartalmaznak, így két legyet üthetünk egy csapásra, az állat hányás öklendezése és esetleges félrenyelése is megakadályozható, és egyben az állat nyugalma is biztosítható. Hogyha megérkeztünk az állat rendeltetési helyére, akkor minél előbb az állatot vegyük ki a boxból, ismét etessük és itassuk meg, és biztosítsunk számára kényelmes pihenőhelyet, környezetet, hogy az út fáradalmait kipihenhesse. Összességében elmondható, hogy a kutyák szállítása egy kicsi odafigyelést, sok esetben némi szakértelmet igénylő folyamat, de hogyha megfelelőképpen odafigyelünk a megfelelő szállító boxra, az állatok útközben történő ellátására és az állatok szállítás utáni pihentetésére, akkor kellemes lehet az utazás mind önök, mind pedig kedvencük számára.